áldja meg és szentelje meg ezt a házat, és minden benne dolgozók és ide betérő az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye Karitas szervezete 300 négyzetméteres raktárral, összesen 70 négyzetméter alapterületű irodával, kiszolgáló helyiségekkel rendelkező központtal gyarapodott Nyíregyházán. Az egyházmegye azon túl, hogy fenntartja a Karitas szervezetet, minden évben több 10 millió forinttal segíti a rászorulókat. Palánki Ferenc megyés püspöknek szívügye a Karitas, nagyon fontos számára, hogy jó kezekbe kerüljenek az adományok. A Karitász, a szegények szolgálata, a rászorulók segítése valóban nagyon fontos feladata az egyházunknak, hiszen ezt tanultuk a mi mesterünktől, Jézus Krisztustól, erre küldött bennünket. És hogy ezért hoztuk létre ezt a központot, és nagyon fontosnak tartottam, hogy egyházmegyénk, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye körülbelül ugye a mértani középpontja Nyíregyháza, tehát hogy minden irányba körülbelül középen van, és itt egy elosztó pont tud lenni, hogy akár a központból, akár pedig a megvásárolt adományokat, amiket aztán a csoportjaink, az egyházközségi karitász csoportok osztanak szét, itt ebben a központban átvehetik és elvihetik az egyházmegye különböző településeire. A korábbi években két helyszínen zajlott a központi Karitas tevékenység. Az irodahelyiség a Nyíregyházi főplébánia korábbi épületében volt kialakítva, amely sem tárgyalásra, sem pedig az adományok elhelyezésére, kiosztására nem volt alkalmas. Az önkormányzati tulajdonban lévő eddigi raktárépület pedig nehezen megközelíthetően a város szélén volt, és az adományok őrzését is meg kellett oldani. A most átadott épület új korszakot indít a Karitas életében. A Karitas központ elsődleges feladata az, hogy koordinálja a helyi csoportok munkáját, illetve hogy a budapesti országos központból továbbítsa az adományokat megint csak a helyi csoportokhoz. A helyi csoportok ugye önkéntes emberekből állnak, akik általában egy-egy egyházközségből tevődnek össze, tehát a templomi közösségből nő ki egy-egy csoport, egy Karitas önkéntes csoport. Teljesen változó összetétellel, valahol fiatalabb, valahol idősebb a csapat, ugye mindig próbálnak megújulni. A mi feladatunk egyrészt az adminisztrálás, tehát hogy az ő terheiket csökkentsük azzal. Ugye egy-egy adomány útja az végig kell, hogy követhető legyen. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye által vásárolt Tábor utcai ingatlan régóta várt beruházást jelent a Nyíregyházi Karitatív Szervezet életében. A 300 négyzetméteres raktár egyéni felajánlások, cégek adományai, bútorok, tartós élelmiszer, ruhanemű tárolására is alkalmas. A zárt ingatlan viszonylag nagy területen terül el, ennek köszönhetően az udvaron elhelyezhető adományokat, például tűzifát vagy egyéb építőanyagokat is fogadni tudják.